Elvétette a kanyart ez a kis teherautó csütörtök délelőtt a Tetenvár utcában. Megcsúszott a havon és keresztbe fordult az úttesten. Szerencsére baleset itt nem történt, de egész nap megnehezítette a közlekedést az intenzív havazás a városban. A közútkezelő már előző nap megkezdte az alásózást, és mint mondták, több gép bevethető szükség esetén a vármegye egész területén. Heves vármegyében 3 mérnökségünkön napi 12 órás váltásokban 24 órán szolgálatban látjuk el a télüzemeltetési feladatokat. Heves vármegyében 25 géppel rendelkezünk, 25 kombinált géppel, amik hóeltakarításra és sikosságmentesítésre alkalmasak. Ezen kívül még 5 bérelt gép fogja december 1-től segíteni majd a munkáinkat. Észak-Magyarország területén a havazást néhol ónos eső válthatja, ezért a közútkezelő arra kéri az autósokat, hogyha tehetik, halasszák el utazásukat, vagy csak a téli közlekedésre felkészített járművekkel induljanak el. Ilyenkor ugyanis a megelőző sószórási munkák kevésbé hatékonyak, mivel a kiszórt anyagot a víz lemossa a burkolatról. Szintén fontos, hogy a járművezetők soha ne előzzék meg a hóeltakarító járműveket. Egyrészt a KRESZ előírásai miatt, másrészt pedig azért, mert a munkagépek mögött tisztább burkolaton lehet közlekedni. Az utak mellett a járdákon, lépcsőkön és kocsi beállóknál is megnő ilyenkor a csúszás veszély, ezért a balesetek elkerülése érdekében ezek takarítására is fokozottan kell figyelni.